Minőségét megőrzi mottóval rendezik meg szeptember 30-a és november 10-e között a 19. Múzeumok őszi fesztiválját. Az országos programsorozat idei célja, hogy a folyamatosan alakuló és az elmúlt években forradalmi változásokat megélő gasztronómiai kultúra kérdéskörét, illetve ennek múzeumi vonatkozásait állítsa a figyelem középpontjába. A székesfehérvári programok sora kedden múzeumpedagógiai bőrzével indul a Szent István Király Múzeum szervezésében, nyilatkozta az intézmény szakmai igazgatója. Ez egy izgalmas 2006 óta tartó, <hört> hát tulajdonképpen programsorozat, és hát próbálja a, a múzeumoknak a őszi szezonját is megmutatni, hogy mennyire színes is, hisz ilyenkor már kinn azért egy kicsit kellemetlen idő van, viszont a múzeumokban nagyon kellemesen el lehet tölteni az időt. Október 18-án raktárlesre várják az érdeklődőket, amely elsőként mutatja be a közönségnek az egykor koronázások és királyi temetkezések helyszínéül szolgált Szűz Mária prépossági templom középkori emlékeit. A jelenlegi zajló kutatásban nyerhetnek betekintést az érdeklődők, megismerhetik a kövek történetét az előkerüléstől a kiállításig. A kisebbek pedig Kőlevest is főzhetnek a múzeumban. A legizgalmasabb az október 25-én megrendezésre kerülő kőleves szímű programunk. Senki ne meg, nem főzőcskézni fogunk, bár egyébként ugye az idei évnek az egyik fő témája a gasztronómia, de ez a bazilikának a látogatók központjában lesz, amit talán közismertem nevén kőterként ismernek az emberek, vagy hát egykori múzeépületként ahol is be lehet pillantani a raktárakba, és hát hogy egy-egy darab, akár egy öklömnyi kis picike faragvány, az mégis mit jelent és mitől lehet fontos. Az ipartörténeti és alumíniumipari gyűjteményben is lesznek programok. Október 12-én a Falatnyi Múzeum keretében az érdeklődők megismerkedhetnek a nagymamák idejében használt ikonikus konyhai eszközökkel, és kipróbálhatják a hagyományos tallérsütőt, kávéfőzőt, burgonyatörőt és szódás szifont. A múlt mellett a 21. századi technikát, a 3D nyomtatót is megismerhetik a program résztvevői, akik főzős játékokat sütő formát nyomtathatnak maguknak.